egy rossz fogszabályozó, aki nem tudja, hogy hogy kell egy fogat betömni, vagy mekkorára kell lecsiszolni egy koronát, hogy az meg, illetve mekkorára kell lecsiszolni egy fogat, hogy ez egy megfelelő koronát rá tudjunk helyezni. Tehát ugyanígy egy ántas fogorvosnak is illik ismernie körülbelül, mikor kezdjük el a fogszabályozási kezelést, milyen nehézségeink vannak, meddig tudunk eljutni. Tehát miután mi a fogorvosoktól kapjuk a pácienseket, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő időbe küldje, megfelelő páciens küldjön, és a beteg föl legyen készítve arra, hogy milyen munkát várhat el tőlünk. Ez a konferencia, amire készülünk, ez nagyon-nagyon jól lett felépítve. Az első előadó Lars Christensen, ő egyébként dán, aki az Egyesült Királyságban dolgozik. Egy olyan témáról fog beszélni, amit nagyon-nagyon foglalkoztatja az embereket, az esztétikai és a felnőtt fogszabályozás. Tehát nem, a fogszabályozás már nem a gyerekekről szól főleg. Tehát a mi rendelőnkben kb. 60-65% a felnőtt páciens, tehát ő pont ilyen témáról fog beszélni, hogy mennyire fontos a megjelenés, az arci megjelenés, az esztétika. A következő előadó Asbjørn Hasund, aki norvég, aki volt az én oktatóm, és mai napig is a mesteremnek tekintem, és az én professzorom, akinek a szakmai gondolatait próbálom folytatni és továbbadni. Ő a fogszabályozásnak a legfontosabb kérdéséről beszél, hogy fogat húzzunk, vagy ne húzzunk fogat, mert ez sokszor elég nehéz eldönteni, mert lehet, hogy a fogilleszkedés szempontjából jó lenne fogat eltávolítani, viszont az arci megjelenés miatt, ami az előző előadó beszél, abból pedig hátrányos lenne, esetleg beesett arca lenne valakinek. A következő Johan Karsten, ő svéd, aki egyébként finn, tehát úgy mondom, hogy finn, aki Svédországban él most már hosszú ideje, és ott is dolgozik, ő pedig a leggyakoribb európai rendellenességre, a második osztályú rendellenességnek a kezeléséről fog beszélni rögzített fogszabályozó készülékkel. Én elkezdtem a szakmát Nagykanizsán, tehát Dél-Nyugat-Magyarországon, ott dolgoztam 10 évet, és akkor kerültem ki a Német Szövetségi Köztársaságba. Ott saját, én fogszabályozó szakorvosként mentem ki, de amikor ott kiértem, akkor úgy gondoltam, hogy el kell felejteni ezt, és újból megtanulni ezt az egészet. Egész más rendszerrel dolgoztak, és hát örömmel mondhatom, hogy az előbb-utóbb az ember el tudja sajátítani. Én ott kint tartózkodtam 8,5 évig, és akkor hazajöttem, harmadszor kezdtem nulláról az életemet. Itt Budapesten is alakítottam meg a fogszabályozási rendelőnket, és hát itt most csak kizárólag fogszabályozással foglalkozunk.